Szeretettel köszöntöm a Törzsasztal kedves nézőit az Agyai Halászcsárdából. Az olvasó közönség Mikszátot, mint a vendéglátás krónikását általában a pénzügyminiszter reggeliéről, a parlamenti étkezésekről írott sorairól ismeri. Azt kevesebben tudják, hogy a 19. század 70-es éveiben itt tartózkodása, újságíróskodása idején összegyűjtötte és közzé is adta Szeged korabeli vendéglátóhelyeinek érdekességeit. Tőle ismerjük többek között az akkori Fekete Sas, az Aranypáva, a Hét Választófejedelem, a Próféta és sok kisebb vendéglátóhely sikertörténetét, különleges eseményeit. Így az Aranyoroszlán volt Szeged pilvaksza. Így is emlegették. Benne a szegedi politika mosdatlan állapotban, fésületlen hajjal, reggeli pongyolában jelenik meg, kávéfindzsák és ibrikek között, írta. Megjegyzései már a későbbi ironikusan csipkelődő, a szellemesen szatírikus nagypalócot sejtetik az olvasóval. Tőle tudjuk például, hogy a felsővárosi, egyszerűbb, amolyan félparaszti, polgári találkozó helyen, a Pillében kezdte üstökös gyorsaságú karrierjét Dankó Pista 1882-ben. S azt is, hogy az Aranypávában, a fehér asztal mellett vaterkázó, vitatkozó, függetlenségpárti képviselők asztaltársaságából indult helyi képviselőjelöltnek a később világhíressé vált természettudósunk Hermann Otto. A Hungária, a mai Akadémia Székház már Mikszáth itt tartózkodása idején is művész és bohém tanya volt a javából. A késő éjszakában a gázlámpák egyre halványultak, minél többet mutatott az óra. A felszolgáló pincérek szeme folyton kisebbedett, ellenben a számla folyton nagyobbodott. Így pótolja ki magát az anyatermészet, na és az élelmes pincér. A Hungáriában nap mint nap jeles asztaltársaságok sora adott egymásnak találkozót. Ott ülésezett például az úgynevezett Zóna Akadémia is, Pósa Lajos elnökletével Dankó Pista háznagysága mellett. Szegeden az időtájt neves tudósok, művészek, tollforgatók versengtek, hogy meghívassák magukat az asztaltársaság akadémikusának. A Hungáriában készítették fel a 80-as évek végén azokat a hazai résztvevőket, akik később nagy sikerrel szerepeltek a párizsi Trocadéro mulató zenészvilágversenyén. Dankó nem indult, de jellemző az akkori szegedi zenei élet színvonalára, hogy többen szerepeltek közülük a vetélkedésen és nyertek rangos kitüntetést. Közöttük Fehér Póldi és Csiga János. A Szejler vendéglőben az időtájt olyan tányérokat használtak, amelyekre egy-egy dankónóta, kottája és szövege került. Budapestre kerülve Mikszáth sok gasztronómiával kapcsolatos színes írást, karcolatot, elbeszélést jelentetett meg. Egyik legismertebb a Magyar Konyha című, amiben többek között az alföldi almás lepények történetét írta meg sok kedves történetke társaságában. Mikszáth írásaiban több helyen szerepel a paprikás malacpörkölt, a kemencében sült pecsenye és a levélen sült lepény. Kedvence volt írásaiban, de étkezéseiben is a kapros túrós lepény. Ismerjük a nagy palóc kedvel töltött káposztájának reguláját. Egy sor füle, egy sor orja, egy sor kövérje, egy sor töltelék. A káposztáról általában nagyon jó volt a véleménye. A töltött káposztát egyenesen az ételek királyának minősítette. Bálóné Gajdácsi Juliskának a szegedi felsővárosban volt híres vendéglője. Mikszáth mellett Gárdonyi, Móra, Tömörkény is sokat írt róla. Mikszáth unszolására a század elején Bálóni a fővárosba költözött szerencsét próbálni. Először a Maglódi utca 17 szám alatt próbálkozott, majd a Rádai utca 27 alatt nyitott hangulatos üzletet. Kertvendéglője a Szegedről elszármazottak törzshelye lett. Gyakran nevet nála a Nagypalóc társaságában Újházi Ede és Szép Ernő is. Juliska asszony sok ételének, közte júhúsos kásájának, borjú cubákkal együtt párolt édeskáposztájának, székelygulyásának, báránypecsenyéjének, halpaprikásának, harcsás káposztájának, szalonnás csukájának, úgynevezett fonyatos kalácsainak, gyümölcsös réteseinek emléke megszámlálhatatlan irodalmi alkotásban őrződött meg számunkra. Végül álljon itt a budapesti Lipótvárosi Kaszinó 1910. május 17-i menüsora, amelyet tiszteletbeli tagjuknak, Mikszáth Kálmánnak 40 éves írói jubileuma tiszteletére állítottak össze. Erőleves csészében, fogas palócmódra, hozzá kőbányai ser, borjú gerinc körítve,
Magyar Ádi borral, Csirák vajjal, Idei liba, csirke, Villányi borral, valamint magyar pezsgő, saláta, gyümölcs, fagylalt, sajt, fekete kávé. Az agyai haláscsárda Mikszáth idejében még nem létezett. Ennek ellenére a szögedi halételeket bizonyára ismerte és kedvelte. Csak remélni tudjuk, hogy csárdánk főztje az ínyencírónak is kedvére lenne. Ajánljuk magunkat továbbra is a tiszai halételek széles választékával. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!